Und nach einer Zeit kannst du näher kommen. Exupéry kishercege a világirodalom egyik legismertebb története a barátságról, a szeretetről és a felelősségvállalásról. A Szekszárdi Német Színház ezúttal olyan darabot állított színre, mely a 10-15 éves korosztályt célozza, remélve, hogy a történet üzenete tovább gondolásra készteti a fiatalokat. A Kisherceg egy speciális darab, mindenki azt gondolja, hogy ez gyerekeknek szól, de nem, mindenkinek szól. Mi most egy 10 év feletti korosztálynak próbálunk egy darabot összeállítani, illetve természetesen az idősebbek is megnézhetik. A barátságról, a szeretetről szól ez a darab, az emberségről, és ez minden korosztálynak nagyon fontos. Szabóká István, a darab rendezője, olyan színpadképet álmodott meg, melyet a célzott közönség magáinak érezhet, hiszen a virtuális valóság képi világát idézi. Azt mondják, hogy egy felnőtt ott veszíti el gyerekkorát, amikor megszűnt rácsodálkozni a dolgokra, amikor megszűnik türelmesnek lenni a másik iránt, amikor kivész ez a fajta empátia, amivel rá tudunk csodálkozni a világ szépségére. A Kisherceg ugye ezzel a fajta tudattal és ezzel a fajta világszemlélettel közelít, viszont ebben az őrült világban, amiben lakunk, individualizmussal, magánnyal és álmokfutással találkozik. A darab szereplői olyan karaktereket hordoznak, akiket mindannyian ismerünk, akik felhívják a figyelmünket, de akiknek nem szívesen nézünk a szemébe. A kamaszok között számos ilyen figura ólálkodik, akiket segíthet felismerni a Német Színház Kis Hercege.